Ha szeretnél jól szórakozni és mellé nyerni 100.000 forintot, akkor nincsen más teendőd, mint sem feliratkoznod a harmadik csatornámra, amely az Elek Róbert nevet kapta. Ott van a link a profilomban lévő bióban. Fú, mik lesznek ott, előre készüljetek fel, és ne felejtsétek el, hogy 100.000 feliratkozónál sorsolás, mindenkinek sok szerencsét. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig az Only Up nevezetű játékkal fogunk játszani, amely a napokban rengetegszer szembe jött velem TikTokon, hogy brutálisan nyomatják, számlálóval meg minden, gondolom, hogy hatalmas nagy speedrunok pörögtek ott, ahogy a játékunk címe is mondja, az ennek az egésznek a lényege, hogy folyamatosan csak felfele kell haladnunk, és minél magasabban kell lennünk. Gondolom, hogy végig lehet vinni valahogy ezt a játékot. Én tényleg csupán pár másodperc gameplayt láttam, ugyanis nem szerettem volna magamnak spoilerezni, és folyamatosan tovább görgettem, szóval rettentő kíváncsi vagyok, hogy mégis mi lesz itt. Én bízok abban, hogy ez nem egy rage game, de hát ez majd most hamarosan ki fog derülni. Hogyha egyébként örültek ennek a videónak, akkor már most mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Ha valaki pedig még mindig nem iratkozott volna fel ide a gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt? Na de, be is teszem akkor a fülest, és itt is vagyunk már a játékunk menüjében. Ott is van az a létra, ami szimbolizálja nekünk azt, hogy felfele kell mennünk. Milyen kis csilles madárcsiripelések vannak itt. Nem lesz itt semmi probléma, és a bátyja nem lesz ideges. Bízzunk benne. Na de rá is megyek a playre. És akkor kezdjünk is bele. Brutálisan szép egyébként a játék. Oh, don't look. És rettentő. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. Jó grafikája van. The unknown is frightening. Vajon mindig, amikor rámegyünk a playre, full másik pályára dob be minket? Vagy pedig ez az egyetlen egy pálya van? De olyan elborult dolgok vannak amúgy a játékban. Hát én olyat láttam, ahol szinte már bolygókon keresztül mászkáltak az emberek. Aha! Nagyon is elkezdtem felfele haladni, de ne csináljátok már, hogy ez konkrétan ennyire nehéz. Hát ezen a kerítésen sem fogok bírni megmaradni. Brutálisan idegesítő a játékunk irányítása, meg rettentően nehéz. Nem lesz ez így jó. Nyugtató madárcsiripelés, ide vagy oda. Na de várjatok, nincsen nekünk valami taktikánk, amely segítségével fent bírunk maradni az ilyen helyeken. Konkrétan az megterhelő, hogy egyenesen itt haladjak, ugyanis annyi mindenre kell figyelnünk, hogy ezt el nem bírom mondani. Mindjárt ki fog derülni, hogy azokat a TikTok live-okat, amiket láttam, igazából vérprofik készítették, akiknek több száz, meg több ezer órájuk már a játékban van. Na, de errefele már azért sokkal könnyebben tudunk haladni, ugyanis nem kell annyira egyensúlyozgatnunk. Én már arra is büszke vagyok, hogy idáig sikerült eljutnunk. Na de még milyen magasra fogunk? Az a probléma, hogy ilyen magasságokból simán le is lehet esni, de az jó kérdés, hogy vajon akkor meghalunk, vagy pedig onnan folytatjuk, ameddig leestünk. Hát elég idegörlő lehet, hogyha brutálisan magasról leesel. Na de haladjunk ki szépen feljebb, ahogy látom amúgy. Aha! Nehezednek ám itt a dolgok. Mindig van több opciónk is a feljebb jutásra. De mi erre megyünk szépen. Jó. Na! Milyen kis... Aha! Mire mentem, tesó? Ja, hogy ez az ágy, ez így megdob. Fú, de nagy szerencs, hogy nem lefele estünk. Na de várjatok, bam! Az Elek csak ilyenekben van, hogy hatalmasakat ugrál. Hát persze, hogy hatalmasakat ugrál, most egyébként nagyon, de nagyon megijedtem, hogy le fogunk esni! De nem, nem esünk le. Hát megszólalt már a kis romantikus zenénk is. Aha. Mondja, hogy néha nehéz megtalálnunk a legeslegmegfelelőbb utat.
De ne aggódjunk, ugyanis újra kezdhetjük. Ne csináljátok velem. Hogy nekünk így itt kéne tovább haladnunk. De fú, hát nincsen itt jó opciónk, ugyanis az összes annyit kell itt szívni. Ne. Jól van, kisrác, nincs semmi probléma. Az a szerencs, hogy legalább... Nem, tényiszonyos! Annyira, de annyira nehéz a játékunknak az irányítása. Aha, jó, nincs baj. Nincs baj. Mászott fel. Nagyon jó. Maradj is. Aha, nem bír fennmaradni ott. Fú, olyan a felülete, hogy csúszik, és nem bír fennmaradni, ezért nekünk nagyon, de nagyon taktikáznunk kell. Na most, egy olyan elvetemült gondolatom támad, hogy mi lenne akkor, hogyha itt átugranánk, szóval próbáljunk erre rá. Léci! Hát, ez nem jött össze. Aj, már most kezd kiidegelni ez a játék. Holott alig kezdtük vele játszani. Leneessünk telibe a földre. És akkor szét fog törni valamit, ha itt leessünk. De nem, nem mondj ilyeneket, Robert. Nyugodt vagy. És ez csak egy békés játék. Rettentő nehéz az irányításunk. Jó. Nincsen semmi probléma. A véremben van ez a game. És nekem találták ki. Milyen gyönyörűen süt a napocskánk is. Megcsillan a kis csapkánkon, de leessünk ember! És elkezd szólni ez a zene, hogy jaj, ne aggódj, Robert, nincsen baj, aha, nincsen baj. Kezdhetjük előre ezt az egészet, na de én arra vagyok kíváncsi, hogy most, hogyha újra töltöm ezt, akkor vajon ugyanezt a pályát fogja bedobni, vagy pedig mindig más pálya van? De van egy olyan sanda gyanúm, aha, hogy mindig ugyanez van. Oh, don't look up. És hogyha már több százszor, meg több ezerszer végig szívtál itt, akkor a fejedben lesz az egész, hogy mégis merre kell menned, de ez az ágy szerintem nem véletlenül van itt. Na várjatok. Aha, már reménykedtem abban, hogy csak így sit-sut, annak segítségével el fogjuk tudni kapni az áram vezetéket, de sajnálatos módon nem. És rendes amúgy, a játékunknak itt az eleje még nehezebb, mint egy kicsikét előrébb haladva, na de megtaláltuk itt a kiskapukat, és sikeresen fel is jutottunk ide. Nézzük meg, hogy erre felugrunk, akkor ez mennyire dob meg minket. Hát, ahogy látom, sajnos egyáltalán nem. Na de ezek a gumik megdobnak vajon? Hát ezek sem. Ráadásul még ennyire bugos is a játékunk, hogy néha-néha így random beszorulunk különböző helyekre, de urai vagyunk a helyzetnek. Erre is tudunk vajon menni? Hát nem. Nem lesz itt semmi probléma. Higgadtnak kell lenni, az a lényeg. Az ott kajakra egy malac? Na várjatok, hogyha malac nem dob fel minket, akkor semmi. De ne! Pedig már bíztam benne, hogy megtaláltunk valami hatalmas nagy kiskaput! Amely segítségével hamarabb tudunk felmenni. Jól van. Ha látunk ágyakat, akkor azokat használni kell. Hogyha egyébként tetszik nektek ez az egész, akkor akár csinálhatunk ebből a gameből egy sorozatot. Már hogyha lesz hozzá idegrendszerem, ugyanis valljuk be, eléggé le tudja ezt hozni az embert, és eléggé fel tudja idegesíteni. Hogyha az irányításunk könnyebb lenne, és azt csinálna, amit akarok, és jobban reagálna, akkor azért az egy fokkal jobb lenne, de így is jó lesz ez, hogy direkt szivatósan van elkészítve. Na meg is szólalt a mi kis muzsikánk. Ez jelzi nekünk, hogy most fel fogunk jutni a tetejére, és meghódítjuk az egész világot. Már nem tudom, hogy mégis mi lehet a teteje. Mennyire gizda lenne, hogyha a hold lenne, és akkor a végén már
a Holdon mászkálnánk meg minden. Na de valahogy nem tudnánk így okosba megoldani, hogy ne kelljen ezen a brutál nehéz részen végig mennünk. Nincsen valahol egy ágy. De ahogy nézem, sajnos nincsen. De várjatok már! Nem lehet, hogy ez nekünk itt egy jobb út. De ne csináljátok már! Hát még el sem kezdtem! És már most lejjebb esünk? Kedves kisrác, felvettél volna igazán valami brutálisan tapadós cipőt, amely segítségével teljesen egyé váltál volna a különböző elemekkel. Jól van, nincs baj. Most flasheltem, hogy le fogunk esni, de nem. Rám kell bízni. Az a baj, hogy a csöveknek a végén, vagyis az ilyen nem teljesen sima felületein extra nehéz megmaradnunk. Jó. És most még ide is át kéne valahogy jutnunk. De szuper! Srác! Ne esz, ne! Miért? És hogy ez a zene szólalatta mindig, amikor lejjebb esel. Hú. Ettől csak extra idegörlő lesz. Na, de van ám itt egy hölgyemény? Hát, hello! Nem tudunk csajozni a játékban? Hát, hogyha van neki egy rakétája, amely feljebb fog minket vinni. De gyerekével van ott. Hát anyukákra nyomulunk már. Ekkorákban vagyunk, látjátok? Na, de nincsen baj. Itt vagyunk még a tökéletes helyünkön. Alig estünk le, ugye? Aha, alig estünk le. Honnan estünk le? Onnan estünk le. Nincs ez olyan messze. Én már ebben a videóban annak is örülnék, hogyha túljutnánk azon a részen, de nem garantálom, hogy menni fog. Lehetséges, hogy hamarabb fogok idegösszeroppanást kapni. Na de itt van nekünk a hatalmas nagy csítünk az ágy személyében, szóval ugorjunk is rá. Annyira nehéz belőni ezeket a dolgokat, hogy mégis mikor merre ugrasz, srác? Léci? Bírjad felugrani, de hát nem bírt felugrani. És csak folyamatosan megyünk lejjebb és lejjebb, ne csináld már velem ezt a játék! Ráadásul most olyan helyen vagyunk, ahonnan szinte ki sem bírunk jönni. Aha, errefele nem tudunk haladni, ráadásul errefele sem. Hát most itt nagyon is zsákutcába kerültünk, nekem úgy néz ki. Aha. Most csupán egyetlen egy opciónk van, még hozzá lefele. De próbáljunk meg abból is minél több mindent kihozni. Fú, de ide görlő az irányításunk! Ne csináld ezt velem, te játék, jó? Bam! Erről van szó, hát pókemberesbe nyomatjuk itt. Ahogy körbenéztem, komolyan olyan helyre sikerült lejutnunk, ahonnan nem lehet feljebb mennünk. Szóval ide kéne valahogy jönnünk, és akkor ennek köszönhetően talán majd itt feljebb fogunk menni. Jó, megoldunk mindent. Aha. És akkor ezen a részen nem tudunk... De hogy esel le? Már megint! Egy csomó olyan hely van a játékban, amelybe ha beleesel, onnan nincsen más opciód. És most telibe a pályáknak a leges legaljára jutottunk. De jó! Pedig az előbb nem olyan rég, még mennyire magasan voltunk, nem srácok? Ez az utolsó próbálkozásom, ugyanis tényleg kikészíti ez a game az embert. És hogyha lesz belőle sorozat, nem hinném, hogy olyan gyakran lesznek részek, szóval becsüljük meg azt, hogy most ezzel a remek művel játszhatunk. Na de pörögjön is, bam bam! Van egyébként sprint is a játékunkban, de hogyha még azt is elkezdeném nyomatni, még rizikósabb lenne ez az egész.
Na de most már legalább olyan helyen vagyunk, ahol feljebb tudunk menni. Azért az, mert egy eléggé jó jel, és szerintem jelenleg a játékunk 1%-ánál sem tarthatunk még. Szóval bőven kell még idő ahhoz, hogy végigvigyük, már hogyha végig bírnánk egyáltalán. Jó, nagyszerű, meg is szólalt ez a jó kis zenénk, ami ugye csak lenyugtat engem, nem pedig felidegesít, esküszöm, nem idegesít fel, ha. Jó, ugorjunk fel ide. Egyre szebb már a panorámánk. De, srác! Hát de miért nem kapod el, könyörgöm? Szerintem amúgy én rontom el. És biztos, hogy én rontom el. De lehet, hogy amikor kapaszkodik, folyamatosan nyomnom kell a space-t. Na várjatok! De nem! Mivel valamikor, amikor csak így ide sétálok, akkor magától így felmászik. But don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Le is esik. Hát persze, hogy leesik. Na most szerintem mi tapasztaljuk ki ezt a space-es témát. Már az a baj, hogy olyan részen vagyunk, ahol ez kivitelezhetetlen. Na de majd itt. De nem! Nem kell folyamatosan nyomnunk. Ha egyszer megnyomom, akkor elkezd felfele mászni. Szóval szerintem ott nem azt ronthattam el, hogy nem nyomtam meg a space-t rendesen, mert megnyomtam, hanem csupán az volt a probléma, hogy teljesen rossz irányból, meg rossz szögből próbáltunk oda feljutni. A space kezeléssel szerintem nincsenek problémáim itt. Aztán ki tudja, minél többet kéne játszanunk a játékkal, hogy minél jobban benne legyünk, és minél ügyesebben menjen ez az egész, meg vágjuk, hogy itt mégis mi újság van. Tudom, hogy mondtam, hogy ha leesek, vége lesz, de nem. Szeretnék még egyszer megpróbálkozni vele, ugyanis egy üresség fog bennem maradni, hogyha így ér véget ez. Léci, kapd el! De nem már. És most is oda kellett landolnod. De szerencsére korrigáltunk, és ki tudtunk jönni onnan. De nézzétek meg, hogy milyen szivatósan van megcsinálva. Hát harmadszor akart leesni onnan. De mi nem hagyjuk, hogy leessen, mivel a cél lebeg a szemünk előtt, hogy minél magasabban legyünk, és már itt is vagyunk a csöveknél, hát persze, hogy itt vagyunk. Na most nem kéne elkapkodnunk. És amennyire szivatós ez a game, még az is benne van, hogy van olyan rész is, amelyen keresztül nem lehet feljebb jutnunk. Na de próbálkozzunk meg ezzel. És most nagyon, de nagyon óvatosan fogunk haladni. De az a baj velem, hogy rettentően türelmetlen vagyok. És néha így random elfogy a türelmem. És a közepén arra a döntésre jutok, hogy csak gyorsabban kéne mennünk, és el kéne kezdenünk sprintelni, vagy valami. Jó. De tesó! Hú. Már majdnem lenyomtam egy hatalmas nagy rage-et, de még szerencsére nem. Ugyanis csak eddig estünk le. Most mutatnám a kis nyuszi füleket, hogy csak. De hát foglalt a kezem, mivel brutálisan benne vagyok ám itt a dolgokban. Aha. De szeretlek, kedves játék, és errefele nem lehet tovább haladni, mivel ott nem bírok felugrani. Na de hogyha manőverezünk, és így oldalról megpróbálunk, akkor szerintem összejöhet. De lehet, hogy nem. Hát adjuk be, ugyanis nekem tényleg már elfogyott a türelmem. Léci! Jó! Nagyon is jó! És most konkrétan ezen a csövön kéne végigmennünk úgy, hogy a játékunk elején a kerítésen nem bírtam szinte! És telibe ott van alattunk az a pont, ahonnan elindultunk. Jó. Nagyon is jó. Aha.
Hogyha tudnám, hogy mégis merre kéne haladnunk, azért ez egy fokkal jobb lenne. De mivel itt van nekünk ez a platformunk, jöjjünk ide! Aha! És ez miért volt jó nekünk, hogy ide jöttünk? Talán azért, mivel innen oda tudunk ugrani, de hát nem tudunk odaugrani. Ugyanis túl messze volt. Vagy akkor ezzel a zenével fogok álmodni. Fú. Azért viszonylag próbáltam most nyugodt maradni, és kevésbé ráfeszülni itt a dolgokra. Hogyha még jobban tryhardoltam volna, meg ráfeszültem volna, szerintem csapkodtam volna itt már meg minden. Na de ennyi is lett volna most ez a gameplayünk. Nagyon-nagyon remélem, hogy bejött nektek. Hogyha igen, és szeretnétek folytatást, hogy megint egy kicsikét idegeskedjék, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, ott van minden lent a leírásban, az új csatornám, illetve a fő csatornámmal együtt, rájuk is mindenféleképpen iratkozzatok fel, hogyha pedig valaki esetleg nem nyomta volna még be a csengőt, akkor kérlek mindenféleképpen tegye meg, ugyanis akkor elvileg értesülni fog a legeslegújabb gameplayeimről. Én köszönöm szépen a figyelmet, Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!